hiszen Ősztefi helynek egy hackwick projektjéről fogok nektek mesélni. Ennek a projektnek két célja volt, az egyik, hogy mi jól érezzük magunkat, miközben csináltuk. A másik az, hogy gyűjtsünk valami tapasztalatot a decentralizált appok írásával, ami nem sokan mutat túl egy ilyen Hello World applikáción, és erről fogok nektek mesélni. A probléma onnan indul, hogy sokan megfigyelhetjük azt az igényt, hogy emberek szerelembe esnek, és szeretnék ezt megosztani másokkal, úgyhogy ezt rögzítik valahol, és világá kürtölik, olyan módon, hogy ezt soha többen el lehessen letörölni onnan. És hát ennek látjuk az egyik manifestum, az a fákra bevésett civek, a hidakra rakott lakatok, és maga a házasság is egy ilyesmi intézmény, ami a szerelem örökké való hirdetését akarja megvalósítani. De ezek a megoldások ezer sebből véreznek, mert igaziból ezeket mind előbb-utóbb valahogy megszüntethetők, és innen jön a nagy ötlet, hogy használjuk fel a blokkláncot, ami egy olyan különleges technológia, egy olyan különleges adatbázis van mögötte, amiben ha beírunk valamit, az soha többet nem lehet törölni. Az egyik, és a másik az, hogy annyira nem lehet törölni, hogy nincs is olyan autoritás elvileg, aki megtehetné azt, hogy azt megszünteti, ameddig az ezt motiváló gazdasági érdekek fennállnak, és nem derül ki, hogy véletlenül a kódok vagy valami kriptográfia ötlet nagyon hibás lenne. Nyilván itt egy 4 perc elment, vagy? Nem, jó. Tehát itt mi egy decentralizált appot akarunk csinálni, tehát a blockchain-ek közül ezért az Ethereum Network-ön csináltunk bármit, ami decentralizált alkalmazásokra egy platform. Mutatom is az alkalmazást, ami ezen az oldalon érhető el, és most swipe-olok erre. Annyit lehet csinálni, hogy az ember itt beír két nevet, hogy ki szeret kit. Most pont a feleségemet írom be. És ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor az fog történni, ugye, hogy az oldal létrehoz egy tranzakciót, ezt alá kell írnunk a privát kulcsunkkal, és ezt elküldeni az Ethereum hálózatnak. Igen, nyomom, direkt nem nyomtam meg, mert túl gyorsan fog történni. Azért, hogy ez a tranzakció bemenjen, fizetnünk is kell, és ezért a browserbe épített pénztárca, az fog kérni tőlünk egy kis pénzt, amit Etherben ki is fizettünk. És akkor most íródik be egy tranzakció, ami az okos szerződésünknek, ami a blokkláncon publikálva van, annak meghívja egy függvényét, a láb függvényét, vagy a proof függvényét, vagy nem tudom, ahol igazából nem csinál semmit, csak eltárolja ezt a két nevet a blokkláncba. Na, és most el is tárolta, íme ez a bizonyíték. Hát igazából azt el kell hinnünk, hogy ez megtörtént. Erre egy bizonyíték, ez a tranzakció azonosító, erre kell, hogy emlékezzen az átadáskor. Egy érdekesség, hogy ez a szív, az egy teljesen egyedi szív, ennek a bizonyítéknak egy egyedi szíve, csak egy ilyen van, és ez a tranzakció azonosítónak egy az egyben egy leképezése. És hát azzal a usability kérdéssel is foglalkoztunk, hogy hogyan adjuk ezt át, és hát, hogy ugye van az, hogy ezt a linket elküldöm chatten vagy e-mailbe, az nem annyira romantikus, amit kitaláltunk, hogy egy origamiban ki lehet nyomtatni ezt a szívet, amiben lehet egy szívet hajtogatni, ez most ezen az oldalon nem látszik, de átmegyek ide, és csinálok ezzel kattintok. Tehát egy ilyen szívet lehet bele nyomtatni, amivel hoztam is egy példát, és ezt át lehet adni. Amit, mennyit az? Jó, szuper. Amik ilyen tanulságaink voltak ebből a néhány napos projektből, bocsánat, még nem ezt akartam mutatni. Tehát az egyik tanulság az, hogy ez az egész blokklánc technológia a nagy hype ellenére nagyon gyerekcipőben jár, és usability szempontból, akár ha magamra gondolok, mint programozóra, nagyon gyerekcipőben jár, az APIK felhasználására és letisztultságára gondolok. A másik az, hogy a végfelhasználó szempontjából az a decentralizált app, ez is elég usability szempontból gyerekcipőben jár, amikor azzal a beépített pénztárcával fizetni szeretnénk, azzal biztos mindenki meg fog egy kicsit izzadni. Az egyik, a másik érdekes kérdés, hogy kirakok a webre, akkor felmerült, hogy hát privacy policy, és azon a felmerült, hogy hát ez olyan távol áll a hivatalos privacy dolgoktól, mint Makó Jeruzsálemtől, ez abból is látszik, hogy
olyasmi, mintha személyes adatot próbálnánk beírni, ha azt írunk be, az elég ciki, egy olyan adatkezelőnek, aki, ahol senki nem tehető felelős, nincs egy ilyen felelős ennek az adat kezelőnek később, hiszen pont így írtuk be, és ráadásul még törölni sem lehet, hiszen erről szólt az egész projekt. Azzal az elvvel védekezünk, hogy hiszen ezt igazából nem mi csináljuk, hanem mi egy eszközt bocsátottunk rendelkezésre, amire ezt magad követted el ezt a tettet. És végül néhány tesztimóniára szeretnék várni. Az egyik az egy nagyon szuper tesztimóniál, az egy sikersztori, így reagálta a chatben a hölgy, akinek ezt írták. A másodikban az egy közepes sikersztori, megkapja ezt a papír szívecskét, és körülbelül úgy lehet, hogy nagyon nedves, hogy de mi ez? Teljesen hülye vagy. Hát ennyi lenne az előtt most. Kérdések. Igen. Ha rátok borítják a világsikert, akkor és minden kínai pár, aki megtalálja a szinglinat a párját, szeretné ezt aznap használni, akkor körülbelül hány transzakciót tudtok egy másodperc vagy egy perc alatt beletolni a rendszerbe? Szerintem ez ugye az Ethereum hálózaton múlik, amit tehát igaziból mi nem csinálunk semmit, ez egy weboldal, aki küldi maga, az Ethereum hálózat befogadó képességében. Jó, köszönöm. Igen? Bocsánat, akkor technikailag, ez hogyha jól értem, sima HTML oldal és egy JavaScript az Ethereum hálózattal kommunikál közvetlenül? Igen, csak nincsen szerverünk. A legtisztább decentralizált appok azok ilyenek. Tudtam. Köszönöm.